Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ha benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol nem érzed jól magadat, vagy fogva érzed magadat, és keresel egy megoldást, keresel egy kiútat, de nem tudod, hogyan, milyen irányba kellene lépéseket tenni. Ez lehet a munkahelyi helyzet, ez lehet a család, ez lehet a környezeted, ez lehet a párkapcsolat. Tehát mindegy, hogy milyen életterületen van ez a helyzet, ez a jóslás ad egy tanácsot. Mégpedig ez a jóslás azt jelenti, mit kellene tennem ebben a helyzetben. Ez egy általános kivetés. Lehet, hogy ez is segít neked, ha most megtekinted ezt a videót. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, akkor azon személyes passzol a te helyzetedre. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt ez a kép jelenti az időt, mégpedig azt, hogy most eljött annak az ideje, hogy cselekedj. Itt látható, hogy valaki átnyújt számodra egy levelet, vagy egy szerződést. Ez változtatni fog a dolgokon, hiszen ez előnyös számodra. Persze ez a kép azt is jelentheti, hogy valaki vár arra, hogy te jelentkezz és keresd a kapcsolatot. Itt van egy közös tevékenység, ez lehet egy hobbi, de lehet a munka, a hivatás is. Itt megvan a hír, megvan a kapcsolat, és ez a hölgy itt, lehet egy barátnő vagy egy kolléganő is, segíteni fog neked. Itt a torony pontosan azt jelenti, amit ez a jóslás. Itt fogva érzed magadat ebben a toronyban. Olyan, mint egy labirintus, keresel egy kiútat, keresel egy megoldást. Szerencse lesz, de kell egy amulett, vagy egy taliszmán, ami erőt ad számodra. Ez lehet egy drága kő is, ami azt jelentheti, hogy ha a kezedbe veszed, érzed az erejét, tudod, hogy segíteni fog. Valami kell, amit kézbe vehetsz, ami erősíti a hitedet, mert ez, ami most jelenleg segít neked. Itt látható a háttérben ez a térkép. Ez utal külföldi kapcsolatokra. Az is lehet, hogy jó tenne neked, ha lenne egy utazás, vagy lenne egy külföldi kapcsolat, ez lehet egy internet kapcsolat is. A könyv itt nyitott, utal a nyitottságra. Légy nyitott arra, hogy változik a helyzet, legyen meg a bizalom, de ne felejtsd el, ez a talizmán sokat segít neked. Amit a könyv még jelenthet, az a tudás vagy a továbbképzés. És mi fog megváltozni? Itt látható az ablak, ez jelenthet internet kapcsolatokat is, és itt van ez az írás, az ugyanúgy, mint a levél utalhat egy szerződésre, vagy utalhat egy hírre. Itt vagy te, ha te egy hölgy vagy, és itt van a lelki társad. Tehát itt megvan a kapcsolat, itt lesz közeledés, lesz egy hír, lesz egy meghívás, ami összeköt benneteket, az itt a lilium virág, a tiszta érzelmek, vagy jelentheti azt is, hogy tisztázódik valami. Amit a lilium még jelent, azok a szexuális témák. Lehet, hogy megvan ez a közeledés, ez a vonzalom részéről, és reménykedik abban, hogy lesz egy találkozás, és lesz egy testi kapcsolat. És ez volt a jóslás, mit kellene tennem,
és én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.